Kedves nézőink, még néhány hét és megkezdődik a repce aratása az országban. Kérdezem Andrást itt Polgárdi határában lévő kísérleti terepen, hogy mindenütt ilyen gyönyörű a repce az országban, mint itt, ebben a táblában? Úgy gondolom, hogy itt kifejezetten gyönyörű a repce, nagyon magasra, nagyon szépen megnőtt, megkapta azt a szükséges technológiát, amit a repcetermesztőknek rá kell tenniük a repcékre. Összegészében lehet, hogy alacsonyabbak a repcék országszerte, de én jó hozamra számítok, és egy jó repcés évre idén. Milyen fenológiai stádiumban van most éppen a repce? Ha szabad azt mondanom, akkor becőtelítődésről beszélhetünk most. Gyakorlatilag, hogyha fölnyitunk egy ilyen becőt, akkor még láthatjuk, hogy a magok ugyan zöldek benne. De volna még egy kicsit mit hízni. Így van, egy minimális csapadék mennyiségre azért szüksége lenne ezeknek a repcéknek, hogy minél nagyobbak legyenek ezek a szemek, szépen kiterítődjenek, nagy legyen az 1000 mag tömegük. Nézőink már megszokhatták, hogy ugye ez egy sorozat, amit mi csinálunk most már hónapok óta a repcében, hogy tanácsokat adunk, hogy mik azok a technológiai elemek, amiket még éppen abban az időpontban, amikor készítjük az interjút, el kell, hogy végezzenek. Hát ez egy nagyon egészséges állomány, ahogy én látom, nem tudom, hogy te hogy látod. Van-e ezzel a repcével még tennivaló? Ebben a stádiumban, ebben a fázisban már nem szoktak a gazdálkodók külön növényvédelmi intézkedést folytatni. Ami a következő lépés lehet, a gazdálkodók többsége el is végzi, idehaza az a deszikálás, tehát hogy leszárítják az állományt, hogy egységesen érjen meg a repce. Ezt általában totális gyomírtószerekkel érik el. A célja az lenne, hogy minél jobban leszárítsák az állományt, könnyebb legyen a betakaríthatóság. A gyomírtószerekkel kapcsolatban, amit említesz, hogy amiket használnak a deszikálásnál, nagyon sok szakembernek is a verziója van. Neked erről mi a véleményed? A kérdés rendkívül összetett, úgy gondolom. Szakmai vitákban nem is feltétlenül mennék bele. Van kedvező, előnyös hatása ezeknek a deszikálásoknak. Tervezhetővé teszi mindenképpen a gazdálkodók számára a betakarítást. Bár rapú részről mi úgy gondoljuk, hogy nem szükséges deszikálás a mi hibridjeinknél, mert rendelkeznek ezek a hibridek egy olyan ellenállással, egy olyan becőstabilitással, hogy nem peregnek ki ezek a magok. Mint minden növény betakarításánál, nagyon fontos az, hogy milyen géppel, milyen kombájnnal takarítjuk be. Így van ez a repcénél is. Ha nem is a milyen gép, de hogy hogyan állítjuk be, miként takarítjuk be a repcét, az is rendkívül fontos, illetve rendkívül fontos még az is, hogy várjuk meg, amíg teljesen leszárad az a növény, és ott vágjuk el a repcét, ahol már száraz. Egyrészt így könnyebb a cséplés, másrészt, ha zöld részek kerülnek be a cséplő dob alá, akkor a kicsépelt magok ezekbe a zöld részekbe még beleragadhatnak, és ugyanúgy a kombány kirostálhatja, és árvakerésként jelentkezhet a földön. Komoly, akár 10 tonnákat is jelenthet ez a veszteség. Mit mondanak a kollégák, hogy országosan mennyire tudták megvédeni a termelők a kártevőktől, a kórokozóktól a repce állományokat? Alapvetően idén komoly problémát okozott a fénybogár, a repce fénybogár, illetve virágzáskori védelemben során történtek esetleges hibák, akkor a repcebetszőormányos, a repcegubacs szúnyog tudott elszaporodni. Hála Isten, itt a területen nem nagyon látunk ilyen kártételt, de országosan azért komoly fejtörést okozott ez a gazdálkodóknak. Felvetődhet a kérdés bennem, de gondolom másban is, hogy honnan jön ez a rengeteg kártevő, mondjuk egy ilyen repceormányos, amit mondjuk repcében okoz károkat. Alapvetően mindig a területre áramlanak be, erdősávakról, más táblákról, a tábla széléről. A rapulnak erre is van egy javaslata, illetve egy ajánlata, méghozzá, hogy nagyon elterjedt és Európai Unió által is támogatott ez az úgynevezett zöldítési program. Rendkívül sok gazdálkodó él ezzel a lehetőséggel, azonban figyelembe kell venni a repcetermesztőknek mindenképpen, hogy rendkívül sok a keresztes virágú komponens, a mustár ezekbe a zöldítő keverékekbe, és akkor, amikor repcét tervezünk telepíteni, akkor vegyük figyelembe, hogy a repcetáblánkhoz mennyire lesznek közel ezek a zöldítési táblák, hisz előfordulhat, hogy a mustáron lévő kártevők átvándorolnak a repcére, kora ősszel komoly károkat okozva.
Nem, még az is lehet, hogy olyan helyre akarjuk a recét tenni, ahol éppen zöldítéssel kapcsolatos növények voltak termesztve. Így van, és azon a kórokozók föl tudnak szaporodni, és tényleg komoly fejtörést okozva az azt követő repce termesztés során, igen. Minden alkalommal megkérdezem tőled, hogy becsüld már meg, hogy mennyi lesz itt a termés mennyisége, de sosem mondasz pontos számot, most kíváncsi vagyok, hogy mersz-e. Most sem merek, mert megmondom őszintén, eléggé csapadékos volt az időjárás, és mondanak záporokat, zivatarokat országszerte szinte folyamatosan. Helyileg, lokálisan hullanak is esők. Én bízom abban, hogy ide még érkezik egy kis eső, és még duzzadnak ezek a becők. Meg lesz az öt? Szerintem meg lesz az öt.